ez a tűzoltva autó a Nyíregyházi Egyetem tanúszodájához sietett kedden délelőtt, majd több szirénázó mentő is érkezett az épülethez. Az úszodában 9 személy tartózkodott, amikor a szellőzőn keresztül klórgáz szivárgott be az épületbe. Hipó és kénsav véletlen összekeveredése okozta a bajt. Kedden a délelőtti órákban a balesetet elsődleges információk szerint az okozhatta, hogy hipót és kénsavat öntöttek össze. Amikor ezt észrevették, akkor egy kármentesítő edénybe elkezdték átfejteni, azonban a kifejlődött klórgáz valahogy bejutott az épületbe, az uszodába, ahol az ott tartózkodók klórmérgezést szenvedtek. Összesen 9-en, közülük 3 embert a nyíregyházi hivatásos tűzoltók mentettek ki, akik teljes légzésvédelemben mentek be az épületbe. Az épületet átvizsgálták, további sérülteket nem találtak, majd az épületet átszellőztették túlnyomásos ventilátor segítségével. A katasztrófavédelmi mobil labor az átszellőztetést követően méréseket végzett, ekkor már egészségre káros értékeket nem mutattak ki. A klórmérgezés súlyosabb esetében a belélegzett gáz marásos sérülést okoz a légutakon és a tüdőn. Tünetei lehetnek a nyálkahártya duzzanat, görcsös köhögés, rekedtség, fulladásérzés, nyál és orrfolyás, mellkasi fájdalom. A mérgezés egészen súlyos eseteiben véres köpet, majd tüdőödéma, tüdőgyulladás alakulhat ki, akár késői tünetként is. A kórházba szállított betegek első vizsgálata során nem állapítottak meg ennyire súlyos mérgezést, azonban még mindig vár rájuk kezelés. Ilyenkor ilyen gyógyszereket kapnak, vénáson és inhalációs formában, tehát ilyen belélegző készülékeny, porlasztott formában kapnak gyógyszereket a légutakba. Ezzel enyhítjük a tüneteiket, és ugye ezekre, hogy hogyan reagálnak és hogy alakul az állapotuk, majd azt fog eldőlni néhány óra múlva. A mérgezés szenvedettek közül néhány szemét a délutáni órákban már haza is engedtek. A tanúszodában történt eset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.